Vonzó a márka, a képeken látható komáromi gyár azonban egyre kevésbé, főleg amióta Nokia bejelentette, hogy 2300 dolgozótól válnak meg, mert az okos telefonok gyártását inkább a jóval olcsóbb Ázsiába helyezik át. A bejelentés óta folyamatosan tárgyal a vállalat menedzsmentje és a szakszervezet, megállapodás azonban még mindig nincs. Pedig elvileg március 1-ére ígérték a konszenzust, ez viszont néhány napot biztosan csúszik. Az érdekvédők úgy fogalmaznak, néhány technikai kérdéstől eltekintve megállapodás közeli állapotba jutottak a megbeszélések a Nokiával, részleteket azonban érdeklődésünkre nem árultak el. Ami tény, hogy továbbra sincs meg a pontos névsor, amelyből kiderülne, hogy mely területekről és kiket tennének utcára a cégtől. Az is biztos, hogy több lépcsős lesz a drasztikus leépítés. Az első hullámban március végén kapják meg felmondó levelüket az érintettek. A kirúgásra ítélt dolgozóknak sokan próbálnak segíteni, hogy idehaza vagy külföldön minél előbb el tudjanak helyezkedni. Amíg azonban nem tudni, hogy pontosan milyen képesítésű szakembereknek kell menniük, addig a munkahelyi központok is tehetetlenek. Információink szerint a gyárban egyre nagyobb a feszültség, a dolgozók is jobb hiány csak találgatni tudnak, hogy ki megy és ki az, aki maradhat.